Még egy picit várjatok, mindenkinek töltő. A vízzel kapcsolatban kaptak feladatot a gyerekek. A savas, illetve a lúgos kémhatásról hallhattak ennél az állomásnál. A Pécsi Egyetem botanikus kertjében tartották a környezetünk, egészségünk, közös jövőnk vetélkedő második fordulóját, ahol 6 állomáson várták őket. Azért érdekel engem a környezetvédelem, mert szerintem fontos, hogy megvédjük a környezetünket. Nem járunk sokszor autóval, hogy ne szennyezzük a környezetet. Ezt mondják a környezetvédelemről ezek az első osztályos gyerekek. A negyedikes Szilárd már azt is tudja, hogy az egész földünkre hatással van a káros emberi tevékenység. Szerintem azért fontos a környezetvédelem, mert hogy így meg tudjuk valamennyire gátolni a klímaváltozást, hogy például ne olvadjanak annyira a jéghegyek. A PTE1-es számú gyakorló általános iskola már 5. alkalommal rendezte meg ezt a vetélkedőt egy fontos céllal. A gyermekeknek a fenntartható szemlélet kialakítását és formálását már egész pici korban elkezdjük, a környezettudatos magatartásukat alakítsuk, hogy cselekvési tervet tudjanak kidolgozni földünk és bolygónk minél további megőrzése szempontjából. Játékos feladatokat oldanak meg a gyerekek, sajnos az elmúlt 2 évben online keretek között tudtuk ezt megrendezni, ám tovább vittük a versenynek a hagyományát és a hírét. A második fordulóban az ökojáték keretében például minikertet ültettek edényekbe, logikai feladatot oldottak meg, vagy éppen érdekes növényekkel ismerkedtek az üvegházban. A feladatokat 4 fős csapatokban teljesítették, az óvodáskortól az alsós 4. osztályos korú gyermekekig. Az első online fordulóra 3 városból 65 csapattal 260 gyermek nevezett. A botanikus kerti ökojátékba 14 csapat jutott be. Pécsről, Szekszárdról és Szegedről érkeztek a gyerekek a vetélkedőre.